Az ENSZ főtitkára Antonio Gutierrez az ugandai fővárosban Kampalában járt, ahol az ukrán menekültek mozgósításáról szóló tárgyalásokon úgy nyilatkozott, az ukrán menekülteknek joguk van a védelemhez, írja a Strana. Gutierrez az Egyesült Nemzetek Szervezetének 77-es csoportja és Kína csúcs találkozójára érkezett az országban. Az ENSZ főtitkár az ukrán menekültek esetleges külföldi mozgósítását kommentálta. Szerinte ugyanolyan jogok életik meg őket, mint minden más menekültet. Minden menekültet egyformán kell kezelni, és minden országnak teljesítenie kell a menekült jogból fakadó kötelezettségeit, tette hozzá Gutierrez. Az ENSZ főtitkár emellett elítélte a Donetsk elleni támadást, amelyben 28 ember vesztette életét. Oroszország Ukrajnát hibáztatta a Donetszki csapásért, amely miatt hétfőn kért az ENSZ biztonsági tanácsülésének összehívását, amelyen Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter is részt vesz. Ukrajna tagadja, hogy a csapás az ukrán fegyveres erők részéről érkezett volna. Korábban Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára Olexi Danilov kijelentette, hogy a külföldre távozott sorkatonákat nem lehet erőszakkal visszavezényelni Ukrajnába. Ugyanakkor Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök kijelentette, Mentette, hogy kérdések merültek fel az illegálisan külföldre távozott sorköteles ukránokkal kapcsolatban.